Bécs városának újonnan választott vezetősége elsők között a vezető szolgáltatókkal, cégekkel is egyezteti elképzeléseit. Ennek a törekvésnek eredményeképpen született meg nemrégiben egy hosszú távú megállapodás a MÁV és a város között. Sárdi Gyulát, a MÁV RT Pécsi üzemigazgatóságának vezetőjét köszönhetem a stúdióban. Nyilvánvaló hosszú, megelőző, felkészítő munka előzte meg azt, hogy ezt a megállapodást most alá tudták írni. Milyen pontjai, milyen szegmensei vannak ennek a megállapodásnak? Jó estét kívánok! Valóban egy hosszú előkészítő szakasz után került sor csütörtökön, múlt héten ennek a megállapodásnak az aláírására. Lényegében arról van szó, hogy a Pécsváros önkormányzata és hát a MÁV itteni apparátusa, de a vezérigazgatósága is együtt szeretné azt, hogy kiszámíthatók legyenek egymás tervei, elképzelései, és nagyon röviden arról van szó, hogy a következő időszak részben a vasúti szolgáltatásainak, részben pedig az önkormányzat és a vasút kapcsolatának a rendezését szolgálja ez. Hát arról van lényegében szó, hogy örvendetes a Budapest és Pécs közötti utasforgalom, és ez elsősorban az Intercity vonatokon jelenik meg, évről évre növekszik, és tényleg, ahogy a következő ábra fogja majd mutatni, az egy százados léptékben látható a növekedés üteme. Arra késztet bennünket, hogy növeljük az Intercity vonatoknak a számát, és jövő év májusától pénteki és vasárnapi napokon az eddigi 10 helyett 12 Intercity vonat fog majd Budapest és Pécs között közlekedni. Ezen túlmenően az is szerepel a mi vállalásunkban, vagy a mi kötelezettségeink között, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a város és környékének utazási szükségleteit, igényeit, és a menetrendünket ennek megfelelően alakítjuk ki, és egyeztetjük természetesen az önkormányzattal. Ami talán a leglényegesebb pontja ennek az együttműködésnek az az, hogy a erőinket lehetőség szerint egy irányba mozgassuk, és ezek az egy irányba mozgatások segítsék elő azt, hogy Pécs városában a vasutas sport, a vasutas kultúra is fejlődjék. Itt azt hiszem, hogy a pécsieknek nem kell külön megemlíteni, hogy két országos vagy világhírű együttes van, amelyikről feltétlenül kell beszélnünk, ez a Pécsi Vasutas Koncert Zenekar, ezen túlmenően ugye a női kosárlabda csapat pedig az Eurológiában szerepel, és hát az utóbbi időben egész jó. Ezek nyilván a vasút számára is jó reklámhordozók, és az önkormányzat számára is jó reklámhordozók, tehát közös érdek, hogy ezek a csapatok úgy szerepeljenek, hogy méltóak legyenek a Pécs városa és a vasút nevéhez is. Azért bizonyára sokakat érdekel, térjünk még vissza egy kicsit a szakmai, a szolgáltatói oldalra, hogy ebben a megállapodásban ígéretes jövő áll a most lezárt gyalogos felüljáró előtt is. Igen, hát sajnos a gyalogos felüljárót el kellett bontanunk, és pótlásán gondolkodva talán megint az önkormányzattal és a város vezetésével együtt arra határoztuk el magunkat, hogy már a leendő PVSK pályán építendő sportcentrum első lépéseként kellene ezt a vasúti felüljárót újraépíteni, tehát feleljen meg azoknak az igényeknek, amely esetleg hát egy népszerű vagy nagyobb rendezvény esetén képes lesz arra, hogy a város lakosságát át tudja vinni gyalogosan is a túlsó oldalra, a verseny utcába. Ez a felüljáró a mai árak szerint körülbelül 100-120 millió forintba kerül, és abban állapodtunk meg az önkormányzattal, és várhatóan a megyei önkormányzatot is, illetve területfejlesztési tanácsot is sikerül bevonni ebbe, hogy közösen egy olyan felüljárót építenénk már, amelyik tényleg méltó lesz ehhez a városhoz, és méltó a 21. századhoz is. Hát ehhez nekünk megvan a alapunk, illetve a pénzünk. Most az önkormányzatnak kell ezt betervezni, és hát reméljük, hogy a harmadik fél is hozzájárul, és akkor vagy 1990-ben, de inkább 2000-ben fel tud épülni ez a felüljáró. Örömteli hír az utazóknak, hogy a felüljáró felépültével a parkolási gondok is enyhülnek az állomás környékén, miképpen?
Igen, hát most meglehetősen nehéz az állomás környékén a parkolás, függetlenül attól, hogy a postának az új centruma nem készül el, és van egy kisegítő parkoló, de a sportcentrummal összefüggésben hát parkolóhelyeket kell létesíteni a Verseny utcába is. A felüljáró elkészültével lényegében lehetőség van arra, hogy a Verseny utcában parkolni, és utána átjönni az állomás másik oldalára, jegyet váltani és felszállni a vonatra. Tehát azt a területet is be tudjuk vonni az autó tárolására, parkolására. Bízunk benne, hogy ez a hosszú távú megállapodás valóban, ahogy ön is mondta, segít egyesíteni az erőket, a város és a MÁV erőit, és minél korszerűbb és szebb állomásunk és jobb szolgáltatása lesz a pécsi utasoknak. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Hát mi is ezt szeretnénk. Köszönöm.